Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Augusztus 22-e hétfő van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Augusztus 20-a az egyetlen olyan ünnepünk, amihez nem kötődik vér és nem kötődnek hozzá könnyek. A győriek szokás szerint a Szent István szobornál koszorúztak. Piknik hangulat, kenyéráldás és ismerős arcok, idén másodszor rendezték meg a pinyédi hídpikniket. Ezúttal is nagy siker volt a családias hangulatú, sok programmal tarkított rendezvény. Magyarország születésnapján avatták fel a faragott kaput, ami a Győrt és Pannonhalmát összekötő kerékpárút felett ível át. Szombat este a történelmi egyházak képviselői meg is áldották az alkotást. Ez az egyetlen olyan nemzeti ünnepünk, amihez nem kötődik vér és nem kötődnek hozzá könnyek. Ezt mondta beszédében Rózsa Völgyi László, a Győri Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke, a Bécsi kapu téri Szent István szobornál tartott koszorúzáson. A szónok kiemelte, 2022. augusztusában Magyarországon még akkor is biztonságban és békében ünnepelhetünk, ha a szomszédunkban háború dúl és életünkben sok lett a bizonytalanság. Győrben a Bécsi kapu téri Szent István szobornál tartott ünnepségen emlékeztek az államalapításra. Rózsa Völgyi László, a Győri Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke beszédében kiemelte, István király szenti avatása egy másik nagy királyunknak köszönhető. Amikor augusztus 20-án államalapító Szent István királyunk napján összegyűlünk, jusson eszünkbe, hogy 1083. augusztus 20-án avatták Szenté Istvánt, és nem is akárhogyan. Az akkori királyt úgy hívták, hogy Szent László. Ő a nagyboldogasszony ünnepe utáni első vasárnapon emeltette oltárra István király földi maradványait nyughelyén, a székesfehérvári nagyboldogasszony bazilikában, Imre herceg és Gellért püspök erekjeivel együtt, ami az akkori szokások szerint a szentélyavatást jelentette. Rózsa Völgyi László hozzátette, ez az egyetlen olyan nemzeti ünnepünk, amelyhez nem kötődik vér, és nem kötődnek hozzá könnyek. Büszkék vagyunk államalapító királyunkra, aki a sorsdöntő pillanatokban tudott jól dönteni. Volt ereje elindítani az országot a kereszténység nehéz útján. Volt ereje a honfoglaló népből büszke nemzetet formálni, ő erőforrás, még napjainkban is. Ugyan a történelmi korok, finoman szólva, nem mindig kedveztek Szent István örökségének, gondoljunk a török és Habsburg uralmakra, a kommunista elnyomásra, de Mária segítsége, szentjeink közbenjárása, vértanúink áldozata nem volt hiába való. Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke azt is elmondta, 2022. augusztusában Magyarországon még akkor is biztonságban és békében ünnepelhetünk, ha a szomszédunkban háború dúl, és életünkben sok lett a bizonytalanság. De a mi reményünk nem a harc, nem a háború, hanem Szent István király keresztény hite, ami megtartotta az országot 1000 éven keresztül. A fiának intelmekben Szent István azt üzeni, hogy a hit áthidalja a politikai küzdelmeket, félreértéseket. Jól tudjuk, sikerült is neki a keresztény kultúra segítségével a magyarságot elhelyezni Európa szívében. Tisztelt ünneplők! Szent István itt van, Szent István örül a város fejlődésének, a győriek gyarapodásának, örül annak, hogy Győr neve Magyarországon a fejlődés, a gazdasági erő szinonimája. Ezt a gyarapodást fejezi ki az ünnepi kenyér, amely az augusztus 20-án az asztal ékessége, amely a magyar ember számára az életet, a megélhetést, az otthont jelenti. Mi Szent királyunk él nekünk. Az ünnepi zenés összeállítás után a megjelent szervezetek megkoszorúzták Szent István államalapító királyunk szobrát. Piknik hangulat, kenyéráldás és ismerős arcok, idén második alkalommal szervezték meg a pinyédi hídpikniket. Tavaly akkora sikere volt a rendezvénynek, hogy a szervezők Szeles Szabolcs vezetésével ismét belevágtak a rendezésbe.
és augusztus 20-ára egy családias hangulatú, rengeteg programmal tarkított rendezvényt hívtak életre. Az alpolgármester a Győr Plusznak elárulta, már dolgoznak a jövő évi Pinnyédi hídpiknik szervezésén. André Roland sója zajlott kora este az árnyas fák alatt. Fiatalok, idősek, a család minden tagja tátott szájjal nézte a látványos produkciót. A szombati változékony, kiszámíthatatlan időjárás nem nyomta rá a bélyegét a második pinnyédi hídpiknikre, melyet egy alkalmasra terveztek tavaly, de akkora sikere volt, hogy idén újra belevágtak a szervezésbe. Sercegnek a finom falatok a sütőlapon, senki nem maradt éhen a különleges hangulatú rendezvényen. Napközben gyermekeknek szóló attrakciók, népi programelemek és rengeteg zene várta a kilátogatókat. A legfiatalabbaknak rajzversenyt is hirdettek, értékes nyereményeket osztottak ki a legügyesebbeknek. A nap vége felé közeledve híradónk stábja megkérte a szervezés egyik motorját, Szelesz Szabolcsot, értékelje a szombati rendezvényt. Fantasztikus nap volt, én azt gondolom, ez a helyszín megint bizonyította azt, hogy alkalmas erre a célra is, hiszen egy rendkívül jó, rendkívül érdekes rendezvény helyszín, egy romantikus környezetben. Nagyon sokan próbálták meg egyébként most is a szapozást és a kanózást itt a Holtrápcán, és mondták, hogy elképesztően gyönyörű ez a szakasz, úgyhogy majd erről is kell beszélgetnünk és kitalálni ezzel az egész környezettel még további dolgokat. Én köszönöm mindenkinek, aki ebben az egésznek a szervezésében részt vett, és egyébként aki megtisztelte azzal a napunkat, hogy ellátogatott, remélem, hogy rossz napunkat. Jó napja volt ez Magyarországnak, boldog születésnapot Magyarország. A nap legnagyobb dobása az ismerős arcok esti koncertje volt, ami előtt Győr polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Jó estét kívánok mindenkinek! Reméljük, hogy jó Isten az továbbra is kedvezdeljük, és nem fog esni az eső. Köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon sok ismerős arcot látok, és sok szeretettel várjuk az zenekart és ismerős arcokat. Még fantasztikusak, és szabadtéren még soha nem léptek föl Győr városában. Úgyhogy ez most megint egy rendhagyó dolog lesz, mindenkinek kellemes szórakozást kívánok. Szintén beszédet mondott a választókörzet országgyűlési képviselője is. Simó Róbert Balázs gratulált a szervezőknek, és azt kívánta, találkozzanak jövőre ugyanitt a harmadik hídpikniken. Gratulálok a szervezőknek, köszönöm a támogatásért a polgármesteri hivatalnak, illetve polgármester úrnak, és Szeles Szabolcs képviselő úrnak, önkormányzati képviselő úrnak, kedves barátomnak külön jár egy nagy taps, hiszen egyik motorja most már második alkalommal ennek a pinnyédi hídpikniknek, ahol tavaly is itt voltam, kormorán lépett fel, idén pedig ugye az ismerős arcok. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, szép estét, jó egészséget, esőmentes időjárás legalábbis a ma estére mindenképpen, és talán azt kívánom végezetül, hogy találkozzunk jövőre ugyanitt a harmadik hídpikniken is Pinnyéden. Tervezik már ugyanis a következőt, ezt Szelesz Szabolcs is megerősítette. A rendezvény egyik ötletgazdája elmondta, nagyon beválik a helyszín, és egy év múlva komoly tapasztalatokkal, ötletekkel felvértezve vágnak bele a szervezésbe. Amikor mint helyszín debütált, én egy egyszerű alkalommal gondoltam, de rengeteg visszajelzés érkezett ennek kapcsán, hogy legyen egy második hídpiknik. Én kerültem ezt a témát, de minden szervezőtársamhoz az jött, hogy ezt valóban meg kellene oldani, és azért aztán nem lehetett megkönni a kérdést, és valóban itt tartunk, hogy megtartottuk a második hitpiniket, és már most tervezzük a harmikat. Rengeteg ötlet és gondolat van, és tapasztalat egyébként mind a két nap eseményéből, a tavalyiból és az ideiből is, úgyhogy meglátjuk, jelenleg úgy gondoljuk, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, és minden úgy alakul, akkor jövőre is majd itt találkozunk ezen a ponton. Minden szét ne csúszom, hidat tartják össze, hogy el ne usszom. A felhők szürke alját, templom tornyok tartják, hogy a mennyből az angyal, nehogy a földre hújjon. Színpadon az ismerős arcok, a Máté Péter díjas és Teleki Pál érdemrenddel kitüntetett közel 25 éves formáció nagy bulit csapott a Pinnyédi híd lábánál. Méltó lezárása volt a színvonalas rendezvénynek, amit legvégül egy látványos fáklyás felvonulással búcsúztattak a szervezők. Magyarország születésnapján felavatták azt a faragott kaput, ami a Győrt Pannonhalmával összekötő kerékpárút felett íve lát a győrújbaráti bekötőút magasságában. Az écsi fafaragó Schreiner Károly által készített remek művön a tájegységre és a térségre jellemző motívumok jelennek meg. A szombatesti avató eseményre közel 100-an látogattak ki.
A kaput a történelmi egyházak képviselői megáldották, majd a résztvevők közösen énekelték el a himnuszt. Közel 100 fős csapat gyűlt össze augusztus 20-án szombaton a Győrt Pannonhalmával összekötő kerékpárút Győrúj baráti bekötő útjánál. Itt ível át ugyanis a bicikliút felett az a remek mű, melyet Magyarország születésnapján avattak fel. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, novemberben adták át a térség turizmusát, szabadidős és sportéletét alapjaiban meghatározó fejlesztést, mely összesen 18,4 km hosszú, ebből több mint 12 km teljesen új. Megépítését Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője kezdeményezte, aki a Győr Plusz médiának elmondta, azt szerették volna, ha ez a fejlesztés több mint egy szimpla kerékpárút. Azért kezdeményeztem annak idején a Győr-Nyúlécs-Pannonhalma kerékpárút megépítését, mert biztos voltam benne, hogy nagyon sokan fognak kerekezni, és azt is szerettük volna, hogyha ez a kerékpárút több mint egy kerékpárút. És ez a faragott kapu azért került felállításra, hogy őrizze az őseinknek az értékeit, a múltját, illetve a jelenkornak is az értékeit. Egy kiváló remek ember, Schreiner Károly népiparművész, fafaragó faragta ezt a gyönyörű kaput, tele van szimbólumokkal, és helyi szimbolikája van a kapunak, hiszen a motívumok nagy része az Rába közi, illetve Dunántúli motívum. Most egy közösségi találkozó keretében adjuk át, avatjuk fel ezt a faragott kaput, és az egyházi áldást követően gyakorlatilag innentől kezdve hivatalosan is átadásra kerül a kapu. A csodálatos alkotás, ami nem tartalmaz semmilyen fém alkatrészt, Schreiner Károly nevéhez fűződik. Az écsi fafaragó művész a tervezést követően másfél évig dolgozott a kapun. A remek mű mindkét oldalán a tájegységre és a térségre jellemző motívumok jelennek meg. A Rába közi és a Dunántúli oldal is ismerős elemeket tartalmaz. Megtalálta a térségünkben lévő olyan elemek, ami mondjuk borászattal vagy a borvidékkel kapcsolatos, de azt összeköthetem mondjuk az egyházzal, és ugye a szőlőmotívumok, ami az erdőink, a tölgyerdőink, az erdészet, akár az egyházi motívumokat is, meg a mezőgazdaság, ugye a búza, akkor a könnyűipar, a faiparnak a jelképei. De hogyha ugyanígy jövünk Győr felé, az viszont maga a Rába közinek a játékossága látszik a faragásba. Én úgy gondolom, hogy ha arra valaki rátekint, mindig talál benne újat. A kapu az életünkben kettős üzenetet hordoz. Mondhatnám azt is, hogy kétféle arca van egy kapunak, kétféle funkciója, mert egyfelől kizár és biztonságot jelent azoknak, akik a kapu mögött lehetnek, másik oldalon pedig feltárul, bebocsát, és megajándékoz a megérkezésnek az örömével, boldogságával. Csorba János evangélikus lelkész gondolatai után a történelmi egyházak képviselői megáldották a kaput, melyen naponta akár 1000-nél is többen haladnak át. Kara Ákos elmondta, szeretné, ha a térségben tovább fejlődne majd a kerékpárút hálózat. Nagyon örülök annak, hogy nagyon-nagyon sokan használják ezt a kerékpárutat, részben településen belüli közlekedésre, de az is nagyon beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ami a szabadidőről szól, turisztikáról szól, sportról szól, és hát ahogy most itt a rendezvényen is, nap mint nap, hát külső hétvégén ünnepnapokon, meg szabadnapokon, szabadság időszak alatt rengetegen, néha naponta több mint 1000-en és végig tekernek ezen a kerékpárúton. Azon vagyok országgyűlési képviselőként, hogy amint lehetőség nyílik, egy újabb kerékpárutat is tudjak a Sokoron másik oldalán, a Mönfőcsanak tényő Sokorópátka, aztán majdan egyszer a Bakonyba vezető kerékpárutat. Országgyűlési képviselőként a térség fejlődésért és biztonságáért dolgozom továbbra is. A kaput szombaton tehát hivatalosan is felavatták. A rendezvényen résztvevők az ünnepség zárásaként elénekelték a magyar himnuszt. Megállási tilalom lesz a héten Marcalvárosban az Ikva utca északi, vagyis a város felé eső szakaszán. Erről a körzet önkormányzati képviselője számolt be a Győr Plusznak. Borsi Robert kiemelte, korábban megígérte a környéken élőknek, hogy amint mód nyílik rá, újra festik a parkolóhelyeket, melyek felfestése az elmúlt években teljesen lekopott. A tervek szerint szerdán, csütörtökön és pénteken 3 szakaszon dolgoznak majd a szakemberek, addig lezárják a parkolóhelyeket az érintett területeken. Az utca egyik felén már nem is látszanak, a másik oldalán pedig csak halvány vonalak emlékeztetnek. Egykor hol voltak a parkolóhelyek?
A héten mindez azonban megváltozik, mivel Borsi Róbert önkormányzati képviselő saját keretéből áldoz arra, hogy az elkopott vonalakat újra fessék az Ikva utcában. Az elmúlt hónapokban, illetve közel egy évben nagyon sok kérés érkezett azzal kapcsolatban, hogy Győrben, az Ikva utcában fessük fel a parkolójeleket, az útburkolati jeleket, ami azért nagyon fontos, mert ugye egyrészt tudjuk azt, hogy lakótelepi környezetben nagyon nagy a parkolási feszültség, és szinte alig lehet parkolóhelyet találni. Nyilván az egyik lehetséges megoldás, ha parkolóhelyet létesítünk, ez a költségesebb és a nehezebben kivitelezhető, ezeken is dolgozunk, de emellett nagy segítséget jelenthet az is, hogyha már a meglévőket megfelelően tudjuk használni, és minden autós egy-egy helynyi helyet foglal el, és nem másfél-két autónyit. Ugye ebbe segítenek a parkolójelek. Jelenleg nagy problémát jelent, hogy az autósok sokszor egymásra nem figyelve, akár sokkal nagyobb helyet is elfoglalnak, mint kellene. A mostani két rétegű felfestés, amely közel 1 millió forintba kerül, orvosolja majd ezt. Festettünk már fel az én körzetemben a korábbi időszakban ilyen jeleket, viszont nagyon jól lehet azt látni, hogy nem egyszerű. Tehát nem is a kivitelezése, hanem az együttműködés a gépjármű tulajdonosokkal, illetve a lakókkal. Amikor korábban ezt valahol a Szigeti Attila úton megpróbáltuk, akkor háromszori próbálkozásra sikerült. Ezért is szeretnénk kérni a Győr Plusz Televízión keresztül is a győri lakókat, illetve az Ikva utcai lakókat, hogy augusztus 24-én, 25-én és 26-án, azaz e héten, szerdán, csütörtökön és pénteken a megfelelő szakaszokat hagyják üresen. A táblákat már stábunk ott járt, akkor is helyezték ki. Ezeken pontosan látszik, hol nem lehet majd három napig megállni. Három utcaszakaszt fog érinteni ez a mostani útburkolati jelfestés. Egyrészt az Ikva utca 2-10 mögötti területet, a 12 és 22 előtti szakaszt, illetve az 1 és 35 közötti hosszabb szakaszt. A szemben lévő 10 emeletes ház előtt, ugye jó pár évvel ezelőtt végeztünk egy beruházást, melynek következtében még az útburkolati jelek mindig láthatóak, itt nem volt feltétlenül szükséges ezt megejteni. Ezért arra kérem a kedves lakókat, így a televízión keresztül is, hogy azokban az időszakokban, amikor a táblák ezt jelezni fogják, legyenek kedvesek a parkolóhelyeket szabadon hagyni annak érdekében, hogy minden egyes helyet fel tudjunk festeni, és ami még talán nagyon fontos, hogy ezek az időpontok, tehát ez a szerdai, csütörtök és pénteki nap az időjárás függvényében változhat, minden esetben a táblán jelzett időpontok az irányadóak. A képviselő úgy fogalmazott, a hosszú távú megoldás több parkolóhely kialakítása lesz, de amíg erre nincs megfelelő fedezet, addig a felfestések is sokat segítenek. Hétvégén végre az eső is megérkezett, így valósággal tündököl a Ménfőcsanaki Málnakert közösségi kert. A városrész társasháza köveszte sarkában kialakított parcellákban azok is megismerkedhetnek a kertészkedéssel, akik lakásban élnek. A Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület által életre hívott közösségi kert egyre népszerűbb. Idén is elkelt minden parcella, az aszály pedig nem tette tönkre a zöld területet, hiszen az öntözés tavaly az önkormányzati képviselő segítségével megoldódott. Őszre nem maradt más feladat, mint betakarítani a termést. Hűs szellő lengedezik a parcellák fölött a Ménfőcsanaki közösségi kertben. A piros paradicsomokon a vízcseppek csillogtak. Az aszály után kis felfrissülés érkezett a Málna kertre, ahol a társasházi lakóknak is lehet saját konyha vagy épp virágos kertje teljesen ingyen. 23 parcella van ugyanúgy, mint az előző évben. Idén 6 új család csatlakozott a közösségünkhöz. Ugye ez azt is jelenti, hogy 6-an visszaléptek. Az újjak is nagyon lelkesek, mindenkinek nagyon szép a parcellája, és hát ahogy körbenézhetünk, azt látjuk, hogy igen, nagyon bő termésünk van a szárazság ellenére. Roskadoznak a paradicsombokrok, padlizsán érik hamarosan paprika terem, híznak a céklák, az ellerek. Úgyhogy én szerintem mindenki elégedett a saját termésével. Az ősz közelettével pedig itt sincs más dolguk a tulajdonosoknak, mint a nagygazdáknak. Betakarítunk elsősorban, gondolom lesz, aki el is tud tenni magának. Tavaly volt egy család, aki mesélte, hogy ők például ketchupot csináltak a paradicsom termésből. Illetve tovább gondoljuk, hogy mi lesz télen. Valaki már most vett a következő évre, megtrágyázza a parcelláját. Van, aki már most fogja tudni, hogy esetleg ő nem tud jövőre csatlakozni, akkor ezt meghirdetjük, lehet jelentkezni az üres helyekre.
És hát eltervezzük, értékeljük az évet, milyen volt a közöságyásnak, a dombágyásnak a termése, mit vessünk, mi volt a tapasztalat a fűszerágyásokból, mit szeretnénk jövőre, ezek a teendők. A kiskert ötletadói szerint az itt lévő közösség nagyon erős, a feladatokat pedig felosztották egymás között. Azt gondolom, hogy nagyon ügyesek, az újak is szépen becsatlakoztak, úgyhogy mindenkinek megvan ugye a saját feladata a kiskertjén kívül, és azt gondolom, hogy amennyire csak tudták, azért jól megcsinálták, vagy elvégezték ezeket a feladatokat. Amikor nem tudták, akkor meg hát beszéltek egymással, és akkor kisegítették egymást. Mert például a víztöltésnél is azért az kiderült, hogy ez nem egy egyszerű feladat, úgyhogy most már két család tölti a tartályokat egy időben, és nem úgy, mint tavaly, amikor csak egy család volt. Úgyhogy, de hogyha valaki például lebetegszik, vagy elmegy nyaralni, vagy közben jön valami, akkor szól a többieknek, és akkor egymásnak öntözik a parcellát, meg segítenek. Úgyhogy szerintem jól együttműködnek. Idén a fűszernövények mellett egy másik projektet is indított a közösségi kert kalákája, amit jövőre is folytatnának. Akartunk még közös ágyást, ugye három magas ágyásunk volt eddig, és szeretünk volna még egyet, és akkor gondoltuk, hogy kipróbálunk valami újat. Ennek igazából az az egyik előnye, hogy nehezebben szárad ki, tehát nem kell annyit öntözni talán, illetve hogy meg tudjuk növelni az alapterületet. Tehát ugye itt oldalát nem csak a tetejére ültetünk, hanem az oldalába is, úgyhogy. És most tököket meg cukkinit ültettek a többiek, vagy ültettünk, elég szépen befutotta, úgyhogy árnyékban vannak a kis termények a levelek alatt. A Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület nem csak a közösségi kertet hívta életre két éve, de a zöldménfőcsanak projektet is lelkesen szervezik, ahol a jeles napok kapnak hangsúlyt. Szeptemberben például az autómentes nap, valamint az élelmiszer pazarlás elleni világnap köré szerveznek majd programokat. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb kedden este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.